Mi a kérdésünk mára? Imrének volt egy kérdése, mégpedig az, hogy rozsdamentes felületet szeretnék megtisztítani, 400 négyzetméter, az nem kevés. A kivitelező rozsdamaróval, foszforsavval kezelte, majd leöblítette a felületet száradás után, a felület néhol szép csillogó, helyenként viszont matt volt. Az a kérdés, hogy mivel tudja ezt szépé tenni? Ez egy ilyen tartály. Igen. Amit tudunk javasolni, a Brilliance Öko Vízkódó koncentrátum. Ez egy gyakorlatilag át kell tisztítani a felületet, majd bővízzel leöblíteni. Nagyon fontos az, hogyha egy teljesen új felületet szeretnénk kapni, akkor a Brilliance felületápoló és tisztítószerrel utána rá lehet még menni. Rákenjük a felületre, majd egy papírtörlő segítségével, egyébként rá is lehet hagyni, száradjon, hogy rászáradjon, és egy papírtörlővel szépen át lehet törölni, és olyan lesz, mintha most jött volna ki a gyárból. Azonban felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogyha ez egy élelmiszeripari felület, azaz élelmiszer dolgozunk fel rajta, akkor természetesen ezt a felületápolós tisztítást ezt ki lehet hagyni, és egyszerűen csak egy vizes öblítést kell a Brilliance vízkódó és tisztítószer után alkalmazni, és így tökéletes lesz a felület. Igen, ez egy tartályképen is lehet látni, tehát ebbe inkább belül találkozik majd élelmiszerrel. Igen, ezt el kell dönteni a felhasználónak, hogy mit szeretne, és akkor az szerint eljárni. És Imrétől meg szeretnénk kérni, hogy egy felhasználás közben és esetleg egy utána fényképet is küldjön nekünk. Igen, és hogyha megengedi, mi szívesen kimennénk hozzá és forgatnánk egy videót, bemutathatja a saját cégét, és... Mert van egy ilyen sorozatunk. Partnereink személyre.